egy város, amelyiknek nincsen történelmi tudata. Na most, erre rácáfolt, azt hiszem, ez az elmúlt három évtized, amikor bebizonyítottuk, hogy, hogy van múltja, nem csak a 18. század, hanem azt megelőzően is bonyhád, egy történelmi személy nevét viseli, Bonyha Herceg nevét, Szent István királyunk, unoka öcsének a nevét viseli, és Árpád korban keletkezett biztosan, mert a helynévadás az akkori. Tehát van múltja, csak hát egy nagyon fontos feladat, hogy ezt a múltat meg kell ismertetni a bonyhádiakkal,